A farsangi hagyományokról kérdeztük a múzeum néprajzkutatóját. A Mário és a Varázsló című darab online premierjére készül a színház. Első idei mérkőzésükre készülnek a röplabdázók. Köszöntöm nézőinket, Önök a Dunajváros Televízió híradóját látják. Ma is elhoztuk városunk legfontosabb híreit. Vízkereszt napjával elkezdődött a farsangi időszak, amely egészen hamvazó szerdáig tart a népszokások szerint. Ehhez az ünnepkörhöz számos jellegzetes szokás és étel kapcsolódik. Ezekről Kis Rebeka, az Intertiza Múzeum néprajzkutatója osztott meg részleteket a DSTV híradójával. A farsangi időszak az év első felének egyik legnagyobb ünnepköre volt a néphagyományban. A szokásokról, érdekességekről Kis Rebeka, az Intertiza Múzeum néprajzkutatója beszélt stábunknak. Farsang január 6 és hamvazó szerda közé eső időszak, táncos mulatságok, bálok és lakodalmak időszaka. Hamvazó szerdával ér véget valójában a farsangi időszak, de ezután még egy napig torkos csütörtökön vissza nyúlnak ugye a farsangi hagyományokhoz, úgymond. Ezen a napon még elfogyasztják a farsangi ételek maradékát, mert ezt követően ugye a nagybőjt időszaka következik, amikor is nem lehet már megenni azokat a zsíros, húsos, cukros ételeket, amiket a farsangi időszakban fogyasztottak. Hozzátette, számos egyéb különlegesség is kapcsolódik a farsanghoz, így például alkalmanként kifejezetten nők vagy gyermekek számára rendeztek bált, de voltak kifejezetten helyi, dunapentelei hagyományok is. Dunapentelén nagyon jellegzetes farsangi hagyomány volt a minden torkos csütörtökön megrendezésre kerülő bőgőtemetés. Ez a hagyományosan a helyi cigányzenészek báján került megrendezésre, és igazából lényegében annyit jelentett, hogy a nagy bőgőt eltemették, hiszen a húsvétot megelőző nagybőjtös időszakban már nem lesz számára munka, nem lesz, hogy hol muzsikáljon. Az idei évben a farsangi időszak végét jelentő nap hamvazó szerda, február 17-én lesz. Közleményt adott ki Dunajváros önkormányzata az utóbbi időben tapasztalt csalásokkal kapcsolatban. Több helyről kaptunk jelzést arról, hogy kedves viselkedéssel, a koronavírus elleni védőoltás fontosságára hivatkozva önkormányzati alkalmazottként bemutatkozva károsítottak meg ismeretlen elkövetők több nyugdíjast. Dunajváros önkormányzata senkinek sem adott megbízást arra, hogy bárkit is személyesen felkeressen, tájékoztasson. Ha ilyenre mégis sor kerül, akkor munkatársaink minden esetben a polgármester aláírásával ellátott, számozott kártyával igazolják magukat, áll a közleményben. A Mário és a Varázsló című darab fotós főpróbáját tartotta a Bartók Kamara Színház. Az előadást online formában, élő stream keretében mutatja be a teátrum a nézőknek. A rendező a Bartók igazgató helyettese Csadi Zoltán. A Mário és a Varázsló című novella Thomas Mann művének színpadi adaptációja a Bartók Kamara Színház következő bemutatója. Az előadás egyik különlegessége, hogy ezúttal táncformában is illusztrálják a történéseket a színművészek. A koreográfus Tőkés Imola, aki elmondta, ezek a mozgások különleges tartalommal töltik meg a látottakat. Mozgásában és gesztusrendszerében is egy olyan világ van felépítve, ahol az emberek meg vannak fosztva szabad akaratuktól, és úgy vannak befolyásolva, vagy igazából önszántukból mennek bele ebbe a helyzetbe. És hogy milyen jelek vannak erre, amit az ember igazából észre se vesz, hanem önkéntelenül beáll a sorba és csinálja, csak azért, mert könnyebb az árnyékba kényelmesen elhúzódni, mint sem egyedül kibírni a napfényt. És ezt mozgásban is el lehet mondani szöveg nélkül. Kiemelte, érdemes elmélyülnünk abban, mennyire áll összhangban testbeszédünk által közvetített információ és a verbális kommunikációnk. Ebbe az előadásban is az az érdekes, hogy Csipolla az az ember, aki előtt igazából mondhatnának igazat, mert végül is nem azt kéri tőle, hogy hazudjanak, viszont meg mégis hazudnak.
önkéntelenül belemennek, és egy álcát fölvesznek, és mindenki a mosolygó maszkot mutatja a világ előtt, miközben annyival egyszerűbb lenne, és jobb lenne, hogyha mindenki őszinte, mert nem siklanánk el egymás mellett, és pontosan erről szól a darab, hogy miért hazudunk, ha lehetnénk őszinték? A darabot a Bartók igazgató helyettese Csadi Zoltán rendezi. Mint mondta, a mű továbbra is őrzi aktualitását. Azt gondolom, hogy Thomas Mann valami nagyon lényegi dologra érzett rá, és tapintott meg ebben a művében, és mi ezt próbáltuk megragadni és megfogalmazni, megmutatni az előadásban, megmutatni ezt a közösséget, azt a társadalmat, ami tulajdonképpen kitermeli magából, magába vonzza, magába hívja ezt a furcsa lényt, furcsa embert, Csipollát, aki elhiteti velünk, hogy amikor belenézünk a tekintetébe, hogy ő még saját magunknál is jobban ismer bennünket. Hozzátette, ez a darab, ahogyan más művek is, számos egyéb kérdést is felvet. A drámában és alapvetően a színházban is mi megismerünk egy helyzetet, egy szituációt, egy történetet, de hogy ezeknek az alakoknak a dráma előtt is van egy életük, és a dráma után is lesz majd egy életük. És ez egy fontos gondolat, vagy egy fontos kérdés, hogy kiben hogy zajlik tovább mondjuk Máriónak az élete, ki hogyan látja Máriónak a sorsát, mi lesz azzal a fiatalemberrel, aki belenéz ebbe a tekintetbe, megismer magából egy csomó mindent. Az előadást élő online közvetítés formájában viszi színpadra a Bartók társulata. A korlátozó intézkedések miatt egyelőre február 1-ig biztosan nem fogadhat látogatókat az intézmény. Első idei bajnokiára készül a DK-s erőplabda csapata. A dunaújvárosiak a szünet utáni első mérkőzésen rögtön a listavezető Pénzügyőr együttes ellen lépnek pályára. Az újvárosi röplabdázók hosszú távú célja az extraliga legjobb 4 csapata közé jutás. Célegyenesbe ért az edzésmunkában a DKSR röplabda csapata. A dunaújvárosiak decemberben kihagyás után térhettek vissza a közös tréningekhez, most pedig már első idei bajnoki találkozójukra készülnek. Októberben tulajdonképpen véget ért a bajnokságunk, legalábbis ez a szakasz a tavalyi év vége felé. Ugye a csapat fele több mint fele ugye pozitív eredményt produkált, emiatt elég nehéz volt összeszedni a csapatot, illetve akik negatívok voltak és letelt az idő, és tudtak edzeni, ugye nagyon kevesen voltunk, érdemben edzést nem tudtuk csinálni, tulajdonképpen teljesen át kell alakítani az egész bajnoki felkészülést. Szabó Gábor hozzátette, több klubot is érintett a vírusfertőzés az extraligában. A dunaújvárosiak az ezt követő hetekben csökkentett létszámmal folytatták az edzést. Akik tudtak edzeni, és akik képesek voltak arra, hogy itt legyenek, azok felkészülésbe, kondiba, illetve egyéb erőnléti edzésbe vettek részt. Nagyjából november vége felé, decemberben tudtunk igazi labdás edzéseket végezni, de ott se tudott mindenki visszajönni, illetve nagyon odafigyeltünk arra, hogy hogyan jönnek vissza azok a játékosok, akik pozitívak lettek. Tehát nagyon nehezen, több hetes munkába tudtak vissza pörgetni a csapatba. A csapat összetételében is történt változás, a kanadai feladó hazaköltözött, a helyére egy török játékost szerződtetett az egyesület. A DKS következő mérkőzését a Pénzügyőr ellen játssza. A Vasas korosztályos csapatai ellen lépett pályára a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia ifjúsági és serdülő együttese. Az utánpótlás alakulatok közül az ifjúságiak bizonyultak eredményesebbnek, akik 35-33-ra múlták felül riválisukat, míg a serdülők 25-22 arányban alul maradtak a fővárosiakkal szemben. Munkatársai nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Amennyiben tehetik, tartsanak velünk legközelebb is. Műsorainkat megtekinthetik a Dunaújváros Televízió YouTube csatornáján. Megtalálnak minket a Facebookon és az Instagramon is. Viszontlátásra!